A nemzeti emlékezet kicsit érdekesen működik 1848-49-en kapcsolatban is. Van egy olyan dolog, ami bekerült ebbe a szellemi nemzeti panteumba, a 13 maradévéltanú. Ilyen talán egyetlen más nemzet életében sincsen. Ezt én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenki ismeri, mindenki hallott már róla. De valahogy a személyiségek, a 13 vértanúnak a személyisége ebbe a dologba feloldódik. Ezáltal válnak ők a magyar történelem örök szereplőivé, hogy a 13 aradi egyike, de voltak éppen a személyiségük feloldódik ebbe. Az emberek, Damjanics ott még úgy, ahogy hallottak régi legendás történeteket, de a többieket nem nagyon ismerik. Pedig ezek különleges személyiségek. Egyenként is nagyon érdekesek. Nevem Schweider József. Születtem Zomborban, Bács megyében, Magyarországon. 53 éves vagyok, katolikus vallású, nős, 5 gyermek apja. Férjem élete most egy hajszálon függ. Az ön felettesének, Hajnaú táborszernagynak teljhatalma van fölötte. Esedezem, herceg, hogy hárítsa el ezt a veszélyt. Kérjük excellenciádat, hogy hozassa őt Pestre, hiszen itt a császár haditörvény széke előtt meg tudja magát védelmezni az igaztalan vádaktól. Jó eséllyel mondhatjuk, ha a hadbíróság elítélné is az alezredes urat. Bízhatunk uralkodónk nemes lelkében, kegyelmében. Biztos vagyok benne, hogy te visszanyered a szabadságodat, és elég erős leszel. Ne lesz, te érted, egyre nehezebben szólok. Megszabadulunk, apám. Kérlek, Istenem, segíts! Neve egy kicsit érdekessé teszi. Schweider, mit keres ez a magyar szabadságharc hősei között, amikor köztudatban, ugye ez van, hogy a némettel szemben harcol a magyar honvédsereg. És akkor egy ilyen német nevű ember. Ez egy kicsit úgy felkelti az emberek érdeklődését, de nem tudnak hozzá kötni semmit. Úgyhogy maximum ezzel kapcsolják Schweider Józsefet a 13 aradi vértanúk történetéhez, hogy lám, még a nem magyar idegen emberek is támogatják a szabadságharcot. Egyébként ez egy kicsit olyan tév irány, ez szinte mindig megemlítik, amikor az aradi vértanúkról szó esik, hogy nagyon sok köztük, egyesek még addig is elmennek, a többségük nem is volt magyar. Ezzel vigyázni kell, mert itt valójában nem magyarországi ember, kettő volt közöttük, csak Leiningen tábornok, aki egy hesseni német születésű, és Pöltenberg, aki egy bécsi osztrák. Az összes többi az mind, majd ezt így mondanánk, hogy magyar állampolgár volt, hungarus tudattal rendelkező magyarországi születési, és ő önmagát magyarnak valló ember, aki német anyanyelvű volt, vagy horvát születésű, horvát anyanyelvű volt, vagy horvát szerb, mindamilyen is, de alapvetően ezek Magyarország katonái, magyar emberek voltak. Schweider József 1796. május 18-án született Zomborban, Bács-Bodrog vármegyében, német származású család harmadik gyermekeként. Édesapja, Schweider József, fia születésekor kamarai főtisztviselő, a vármegye kincstári javainak kezelője volt, és nagyon jó kapcsolatokat ápolt az előkelő, ismert bácskai magyar családokkal, és ez komoly társadalmi megbecsülést jelentett. Otthon németül beszéltek, de a fiatalember az iskolában, majd később huszárjai között tökéletesen elsajátította a magyar nyelvet. A gyermek József a népiskola 5 osztályát szülőhelyén végezte el. Apja hivatalnoki pályára szánta, ezért tanulmányait 1811-től 1814-ig Pozsonyban és Bécsben folytatta, előbb kamarális iskolában, majd a Királyi Jogi Akadémián.
Családjának úgy tűnt, hogy az apa nyomdokaiba lépve a fiatal joghallgató nem sokára tisztviselő lesz. Azonban nem így történt. A jogi egyetemi évei éppen a napóleoni háborúk korában voltak, és ekkor a diákok lelkesedtek a katonaságért. Sokan közülük katonatisztek akartak lenni, így a fiatal Schweidel József is. Schweidel 1813-ban hadaprótként került a 6. Rosenberg Schwarzsér könnyű lovas ezredbe. Ez nem tetszett a családjának, de már nem volt visszaút. Egy évvel később átjelentkezett a későbbi legendás Sándor huszárezredbe, ahol azután több mint 30 évig szolgál majd. A huszár voltak éppen a 19. század első felének a legsokoldalúbban kiképzett és legsokoldalúbban legtöbbféle feladatra képes, alkalmazható katonatípusa. És itt az önállóság nagyon fontos szerepet játszott. Tehát addig, amíg minden más katonatípusnál kifejezetten kiölték az individumot a katonából, addig a huszárnál meghagyták, mint őt fejlesztették. Ezáltal a huszár az sokkal szabadabban gondolkodó, világlátottabb, nyitottabb szellemiségű katona volt. 1815. március 26-án a tisztikar éppen díszebédjét fogyasztotta, amikor megérkezett a hír, hogy Napóleon visszatért Elba szigetéről. A huszárok nagyon megörültek, hogy elhagyhatják galíciai állomáshelyüket, amelyet nem szerettek. Április 2-án már el is indult az ezred, és 84 napi út után megérkeztek Bázelhez. A fáradtságos, néha napi 14 óra lovaglás ellenére már másnap átkeltek a Rajnán, és részt vettek Hüningen várának ostromában. Schweidel az ostromzár alkalmával parancsőri szolgálatot teljesített, és az ellenséggel szemben vitézül viselkedett. A hadtest parancsnok oldalán küzdve kitüntette magát, olvasható a naplókban. A magyar huszárezredek azok úgy működtek, mint egy-egy nagy család. Ennek a családiasságnak talán a legfontosabb összetevője a tisztek legénységgel szemben való gondoskodása, nevelő célzata, és a legénységnek a tisztekkel szembeni hűsége. 1823-ban megérkezett a Galíciába való áttelepülés híre, amelynek nem örült a tisztikar. Az 1821-ben megalakult hazafias társaság egyre radikálisabb politikát folytatott. Így Galícia parázsló tűzfészek volt ezekben az években, ahogyan már korábban megfogalmazta a kortárs megfigyelő. A felkelt Galícia romba döntheti az osztrák házat. Schweidel is ezrede ezen a vidéken volt rendfenntartó több mint 20 éven át. A tisztikar szabad idejében bekapcsolódott a galíciai társadalmi életbe. Sokan udvaroltak a helyi előkelő családok leányainak. Ahogyan egy szintén Galíciában állomásozó huszártiszt feljegyezte, a lengyel nők vallásosak és rajongással szeretik hazájukat. Schweidel is itt ismerkedett meg jövendőbeli feleségével, Domicella Bilinszkával. A lány édesapja nemes lengyel hivatalnok, császári és királyi kerületi titkár volt. A kiváló szépségű, finom műveltségű, előkelő lengyel nemes lány és Schweidel József százados 1827. február 25-én esküdtek örök hűséget egymásnak Lembergben, a Szent András templomban. Első gyermekük Adalbert már a következő évben megszületett, és később, 1844-ben apja nyomdokain hadaprótként belépett a Sándor huszárezredbe. 1829 őszén Schweidel József feleségével és kisfiával Mária Radnán járt, ahogyan ezt később naplójában le is írja. Szeptember 8-án, a boldogságos Szűz Mária napján, alázatos áhítattal forrón imádkoztam Domicellával, Máriával és Albertel, Jézus dicsőséges anyjához, hogy bensőséges és hű szeretetben kötött Frigyünkre a mindenható Isten áldását kérve. Kegyeit elnyerhessük. Írja naplójában.
A házaspár boldogságát nem csak az 1849-ben írt napló sorai, hanem az idők folyamán született 5 gyermekük is bizonyítja. Az elégedetlenség és az évek óta folyó szervezkedése Galíciában 1830-ra csúcsosodtak ki. Megalakult a Hazafiak Szövetsége. 1831. január 25-én detronizálták első Miklós orosz cárt, és megalakult a nemzeti kormány. Válaszul február elején indult meg a 115 ezer fős orosz sereg ellen támadása. A 4. huszár ezredet is határőrzésre mozgósították. 1831. áprilisában 3300 fős lengyel hadtest szorult Galíciába, s a magyar huszárok nem adták ki a lengyeleket az oroszoknak. A Magyarországon keresztül utazó lengyel csapattestet óriási lelkesedés fogadta, és sok lengyel katona telepedett le Erdélyben. Schweider Józsefet 1844. januárjában őrnaggyá léptették elő, és ezzel belépett a törzstisztek közé. Ugyanekkor egy másik nagy öröm is érte, hiszen egészségesen jött a világra 5. gyermeke, Anna Júlia Mária. Még ugyanebben az évben történt az is, hogy Bács megye közönsége megújította Schweidel magyar nemességét, és az adománylevelet kihirdette. Egyúttal megválasztotta megyei táblabíróvá, és a december 14-én tartott közgyűlésen be is iktatták. 1847. márciusában az ezredet Bécsbe rendelték, ahová május 15-én 720 kilométeres út után is szépen és elegánsan érkezett meg. Bevonultak Bécsbe, és itt érik tulajdonképpen a 4. huszárezredet, az a fordulópont, ez a nagy fordulópont, hogy 1848 a forradalmak éve lesz. Azt is tudjuk, hogy itt Bécsbe nagyon kellemes időszakot töltött előtte Schweidel, Zöldfa nevű mulatóba jártak szombatonként feleségével és katonatiszt barátaival. Drága Domicella, emlékszel még azokra a szép bécsi táncestekre? Minden oly reményteli és boldog volt. Emlékszel a szabadságos órákra, a mulatóra, ahol a színi jelenetek igen élvezetesek voltak? Mert először is mindenféle hangszer, mint zongora, gordonka csendült, és szavalások is voltak. Minden muzsikát kezdő művészek vitték végbe, akik itt Bécsben bemutatták magukat, mielőtt a nagy közönség előtt fellépnek az operában. Ahogyan ezt később naplójában le is írja. 1847 első hónapjában nagy megtiszteltetés is érte Schweidelt. A hűségesen szolgáló katonatisztek 30 év után ugyanis kérelmezhették osztrák nemesi rangra emelésüket. Schweidel Józsefet mindkét nembeli törvényes utódaival egyetemben a császári és királyi hadseregben tanúsított szolgálata elismeréséül minden időkre nemes megtisztelő névvel osztrák császárságunk nemesei sorába emelem. Engedélyezem a megfelelő és méltó címer használatát. 1847. január 27-én Ferdinand von Habsburg-Lothringen, Ausztria és tartományai császára. Ennek a vidám korszaknak a végét jelentette 1848, amikor is Olaszországban indult el a forradalmi lázongás, és aztán szétterjedt egész Európára. 1848. március 15-én Pozsonyból elindult az a Magyar Országgyűlési Küldöttség Bécsbe, amely Kossuth felirati javaslata alapján a Magyar Királyságnak független, felelős kormányt követelt. Az 1848-as esztendő történései Bécs környékén érték Schweidelt. A 4. huszár ezred őrnagya ekkor már 52 éves volt, tehát az idősebb tisztek közé tartozott. Rövidesen alezredes lehetett volna, s pár évvel később már ezredesként mehetett volna talán nyugdíjba. Ő azonban máshogy döntött. Felismerve a magyarországi átalakulás törvényességét és céljait, vállalta ezrede hazavezénylését. Nem véletlen, hogy elsősorban a huszároknál érvényesült a kormány hívószava, amikor 1848. október 10-én az országgyűlés határozatot hozott arról, hogy
ha hivatalos úton nem lehet hazarendelni a huszárezredeket, akkor közvetlenül a huszárokhoz kell szólni, röplapokat adtak ki, hogy a haza veszélyben van, a haza hív benneteket haza, vitéz katonák, mert védeni kell. Schweidel vezeti, ő nem az ezred parancsnoka, de rangidős tisztként ő vezeti haza az ezredet Bécsből. A fölötte lévő két tiszt kilépett a szolgálatból, pedig az egyik micsoda szép magyar névvel bírt, Aponyi Károly, aki magyarsága ellenére azt mondta, hogy ő nem jön haza, mert akkor neki a katonai becsület szellemében a honvédsereg kötelékébe kéne lépni, és ő erre nem hajlandó. Többek között azért is volt ebben biztos, mert a legénység szinte 100%-osan támogatja a szabadságharc eszméjét, ha kell, szökve jönnek haza. Schweidel József az első őrnagyi osztállyal Brucknál lépte át a lajtát, majd Moson-Magyaróvár felé haladt. 1848. augusztus 20-án vasárnap érkeztek Győrbe, ahol a helyi nemzetőrség testvéreink Isten hozott hazánkban feliratú lobogóval fogadta őket. A tisztikart megvendégelték, a közhuszárok pedig fejenként egy ezüst huszast kaptak jutalomba a várostól. A huszár legénység az egyöntetően vallotta, hogy a helyük a hazaszolgálatában van, a honvédseregben. A tisztek jelentős része pedig akkor követte őket, akkor áll szolgálatba, hogyha van előttük egy igazodási pont, és a Sándor huszárezred esetében ez az igazodási pont Schweidel József őrnagy volt. Nem mondom, hogy kövessetek, hanem megyek előre, megyek előttetek. Aki még ma másra gondolta magát, az visszamehet odaátra a császár keserű kenyerére. De aki a magyar nemzetet és a szabadságot választja, az készen lehet rá, hogy a csatatér megpróbáltatásai alatt áll velem együtt. A magyar nemzet mögöttünk. A magyar országgyűlés hatalmazott fel bennünket. Szeptember 9-én a horvát csapatok lezárták a Varasdi hidat, amelyből nyilvánvalóvá vált, hogy bármikor megkezdődhet a támadás. 10-én Varasdon Jelasics kiáltványt intézett a magyar nemzethez, amelyben úgy magyarázta célját, hogy Isten segedelmével az országot egy kormányzásra képtelen, gyűlölt és lázadó kormánytól megszabadítsa. Szeptember 11-én Jelasics át is lépte a Drávát 51.117 katonával, 1902 lóval és 48 ágyúval rendelkezett. A haditerv az volt, hogy három hadosztállyal benyomul a Mura közbe, majd Nagykanizsán és a Balaton déli partján át Székesfehérvárra és Budára vonul. Egy Jelasics seregében szolgáló tiszt így panaszkodott feleségének írt levelében: Borzasztó ez a hadjárat. Már nem is kívánok élni. A határvidékiek a legdurvább kihágásokat követik el, hasonlóak a vadállatokhoz, kiket minden katonai fegyelem és szigor sem képes rendben tartani. Rablás és lopás az ő foglalkozásuk. A kétségbeesésig vagyok. Battyányi hatalmas szervező munkába fogott. Elrendelte a honvéd toborzást. Csány népfelkelési rendeletét kiterjesztette az egész Dunántúrra, majd a Duna-Tisza közi megyékre is. Szabályozta az újoncozást, és kimozdította gyülekező helyeikről az önkéntes mozgó nemzetőrség csapatait is. A Sokorói Református templomban vagyunk, ahol 1848. szeptember 28-án, késő délután, kora este sorsdöntő események zajlottak le. Egy haditanácsnak nevezett, valójában egy kibővített tisztigyűlésen a összekovácsolódó, kiformálódó honvédsereg tisztikarának a különböző rétegei ütköztették egymással a véleményüket, és a döntés meghatározó volt, szembe fognak szegülni, és megvívják a szabadságharc sorsára olyan meghatározó jelentőségű Pákozi csatát. Az indulatokra mi sem volt jellemzőbb, hogy volt a vitának egy olyan része, hogy a hadsereg fővezére, Mogol János altábornagy az oldaláról leoldott kardot az úrasztalára helyezte, jelezvén, hogy ilyen körülmények között, amikor fekete-sárga métejnek nevezik a radikálisok, a császárkirály tiszteket, nem hajlandó szolgálni.
Hogy mi váltotta ki belőle, ez mindmáig kutatástárgyát képezi. A legvalószínűbb, hogy a perccel fivéreknek az a odavágott, dühös mondata, hogy ez a fekete-sárga métej, a császárkirályi tisztikar nem hiányzik már a honvédseregből. Pedig nagyon is hiányzott. Ők voltak azok, akik tartást, szakmai tartást és tudást adtak ennek a hadseregnek. Itt ebben a pillanatban óriási felelősség hárul a politikai vezetésre, hogy kiket bízzon meg a távozó parancsnokok helyébe. Miből válogathatna? Jelentős ütközetek még nem voltak. Ha voltak is, Svehat például vereséggel végződött. Azt mondták, hogy ha nem derült ki a harcmezőn még, hogy ki egy született hadvezér, akinek a kibontakozását segíteni kell majd, akkor induljunk el, hogy ki a tapasztalt. Hát az idősebb tisztek, a törzstisztek, és ezeket nevezik is sorra rendre. Schweidelt ebben az esetben valami ok folytán, erre pontos választ magam sem tudok adni, de valami ok folytán kiemelten kezelték. Ugyanis ő egyike annak a hat honvéd tábornoknak, akit októberben neveznek ki. Ez óriási dolog. Az aradi érekjegygyűjtemény tudományos feltárása során bukkantunk rá egy nagyon érdekes levélre. Schweider József ezt 1848. november elején írja az ezred tisztjeihez és legénységéhez. Akkor, amikor őt tábornokká előléptetve, el kell hagyja az ezredet. És ott lefekteti, hogy mennyire fontos az, hogy a katona, a huszár az szolgálja a hazáját, és bár ő neki élete legnagyobb vágya az volt, hogy ő egyszer majd ennek az ezrednek a parancsnoka legyen, ő ezt most elhagyja, mert a haza hívószava mást parancsol. Schweider József tábornok december 24-én érkezett Pestre. Azért jött a fővárosba, mert a helyi gőzfürdők, ahogy írta, már más ízben is azon küteget, melyen szenvedek, elmellézték. Jelentés a Honvédelmi Bizotmánynak 1849. január 3-án. Szigorú orvosi vizsgálaton megállapítottam, hogy Schweider József tábornok úr a hallásban nagyobb mértékben hátrálva lévén, egyszer s mint rögzött bőrbetegségben olyan fokozatban szenved, hogy harctéri szolgálatra nem alkalmas. Kor állapotának gyógyítása, orvoslása feltétlen hosszabb időt igényel. Ezen baj gyökeres meggyógyítása végett az itteni kénfürdők használatát célszerű gyógyszerekkel összekötve javasoltam. Stáli Ignác, tábori főorvos. Levelet írt a hadügyminisztériumnak, melyben kérte, hogy 6 héttel hosszabbítsák meg szabadságát. 1849. május elején újra szolgálatot vállal, mert ő is érzékeli, hogy a példaadás nem elég csak a beteg állományba, ő neki valóban a hűségéről biztosítani kell a kormányzatot, illetve példát kell mutatnia alárendelt tiszteknek is. A Magyar Honvédelmi Bizotmánynak. Hazám s nemzetem iránti lángoló szeretet volt minden törekvésem harcainkban, minden cselekedeteim egyedüli ösztöne. Felettem a sors, azonban mostohán határozott, amennyiben, távol a harcoktól, kényszerűen betegségemmel töltöttem időmet. Most mégis, csak javulva, még nem gyógyulva, ajánlom ismét szolgálatomat. 1849. március 3-án Schweider József vezérőrnagy. Továbbra sem alkalmas harcteri szolgálatra, de voltak éppen az ő számára kreálják ezt a főváros katonai parancsnoka címet, hiszen itt stratégiai tervezéssel, taktikai vezéléssel nem kell foglalkoznia, viszont nagyon-nagyon fontos beosztás, a kormány biztonságát voltak éppen ő szavatolja, tehát igazából igazán hűséges ember alkalmas ennek a pozíciónak a betöltésére. Minden büntettek és vétségek, melyek a magyar pártütéssel, felkeléssel összeköttetésben vannak, 6 törvényi eljárás alá esnek, amelyek ítélnek halálos büntetésre, deportációra, fogsági büntetésekre és pénzbeli büntetésekre. Ki a fent hivatkozott legfelsőbb kiáltvány ellenére az ausztriai császári királyi vagy a szövetséges orosz császári seregeknek ellenáll, vagy a pártütő kormánytól még parancsokat fogad el, vagy annak engedelmeskedik,
ugyanúgy haditörvényi eljárás alá kerül. Báró Hajnaú táborszernagy, hadsereg főparancsnok. Azon a napon, amikor kinevezésemet átvettem Kisernő altábornagy úrtól Aradváros főparancsnoki tisztére, csapások, sőt, végzetes események érték nemzeti hadseregünket. Pestről a sereget Görgei, nyakában az orosz fősereggel, a Maros partjára vezette. E bravúros tett ellenére is késő volt már. Dembinszky altábornagy ugyanis Szegedről 48 ezres seregét Temesvárra vezette, ahol e napon az odaérkezőben csatát vállalt Hajnaú seregével, és katasztrofális vereséget szenvedett. Amikor ez tudtunkra jutott, már bizonyossá vált előttünk, hogy a háború folytatása értelmetlen, és egyetlen felelős döntés a fegyverletétel lehet. August 13-án 10 és 11 óra között az utolsó csapatok is elhagyták világosi táborukat, és megindultak a szőlősi sík felé. Görgei előre lovagolt egy csoport tiszt kíséretében, akiket a szolgálat nem kényszerített közvetlenül a csapatokhoz. Schweider is vele ment, Aulich, Kisernő, Lenkei, Leiningen, Nagy Sándor és Pöltenberg tábornokokkal. Görgei, kiválva tisztársaitól, Rüdiger grófhoz lovagolt, átnyújtotta kardját és 6 pontos kérvényét katonáival kapcsolatban. Az orosz tábornok nagyon lovagiasan kezet nyújtott és megértéséről biztosította Görgeit. Sokáig tartott a 3 magyar hadtest felvonulása. Délután 1 órára érkeztek az első csapatok a mezőre. Rüdiger 2 lovas hadosztállyal várta a hadsereget, majd hogy mutassa erejét, tüzérséget és 2 gyalogos hadosztályt is felsorakoztatott. Miután Görgei parancsot adott a fegyverletételre, el akart búcsúzni bajtársaitól, de hangja elcsuklott. Isten veled, Görgei! Visszhangozták erre a felsorakozottak. A Malomcsatornán még délután is vonultak a honvédek, hogy sok győzelmet kivívott fegyvereiktől elbúcsúzzanak. Mintegy 30 000 ember, 9 000 ló és 144 ágyú került az orosz sereg fennhatósága alá. A felhőtlen égboltjáról letűző nyári nap, semmi szellő által nem enyhített rekkenő hősége rendkívül késleltette a csapatok menetét. Aztán meg nem is volt többé nekik miért sietni. Az 1848-49-es forradalmat és szabadságharcot követő megtorlás az gyakorlatilag nem 1849. augusztusában kezdődik, még csak nem is 49. májusában, amikor Julius Hajnaú táborszernagy lesz a császári királyi hadsereg fővezére, hanem már jóval korábban, már 1848. októberében a Bécssel való szakítás után egymás után jönnek azok az uralkodói fővezéri kiáltványok, amelyek a magyar oldalon való további szolgálatot mind a katonák, mind az állami hivatalnokok esetében súlyos megtorlással fenyegetik, és már 1849. januárjában, miután Windisgrécz fővezér elfoglalja a fővárost, megtörténnek az első kivégzések. Az más kérdés, hogy ez igazi rendszerré, vagy csak 1849. májusa után áll össze, tehát akkortól lehet látni azt a törekvést, hogy a magyar politikai és a magyar katonai elitet fizikailag meg akarják semmisíteni, vagy legalábbis hosszú időre ki akarják vonni a forgalomból. És a legerősebb hulláma ennek valóban a fegyverletétel, tehát 1849. augusztus 13-a után következik be. Az kétségtelen tény, hogy ennek a megtorlásnak a legfőbb irányítója, halálos ítéletek többségének a szentesítője vagy az aláírója az Julius Hajnaú táborszernagy, aki úgy gondolja, hogy ő lesz az, aki gyökerestül kiírtja a gazt és rendet fog csinálni egy évszázadra Magyarországon. De Hajnaú mindezt nem hajthatta volna végre, hogyha nem kap megfelelő politikai támogatást Bécsből, akár az uralkodótól, akár pedig magától az osztrák kormánytól. És itt vetődik fel a kérdés, hogy kinek az igazi felelőssége is ez a megtorlás. Az újabb kutatások alapján úgy tűnik, hogy nem arról volt szó, hogy a fiatal és tapasztalatlan Ferenc Józsefet megtévesztették a rossz tanácsadói Felix Schwarzenberg miniszterelnök vagy maga Hajnaú, hanem sokkal inkább arról volt szó, hogy az uralkodó maga szorgalmazta a minél erőteljesebb, minél határozottabb, minél végzetesebb megtorlást.
Ezt mutatja az is, hogy a fegyverletétel hírének a megérkezése előtt néhány nappal az osztrák kormány még egy ilyen korlátozott amnestia tervezetről tárgyal, amely ugyan a politikusokat továbbra sem vonná ki a megtorlás alól, de például a magyar oldalon szolgálatot vállaló volt császári királyi katonák számára enyhébb igazolási feltételeket tenne lehetővé. Tehát teljes büntetlenséget nem, de mondjuk halálos ítéletet nem hoznának ellenük. És az osztrák kormánynak a vezetője, Felix Schwarzenberg miniszterelnök ezt fönntartja azután is, hogy megérkezik Görgei fegyverletételének a híre. Akkor változtatja meg a véleményét, de akkor gyakorlatilag 180 fokosan, amikor az uralkodó visszatér Bad Ischl-ből Bécsbe, összehív egy minisztertanácsot augusztus 20-án, és ez a minisztertanács már úgy dönt, egyébként ugyanazon az előterjesztésen javítgatják a különböző pontokat, amelyen az amnestia tervezet szerepelt. Tehát ez a minisztertanács úgy dönt, hogy határozottan oda fognak csapni, és a megtorlás célcsoportjai közül az egyik legfrekventáltabb, vagy az egyik legfontosabb az a magyar oldalon szolgálatot vállaló volt császári királyi katonáké, pontosabban azokon belül a tiszteké lesz. Az egyéb iránt időrabló haditörvényszéki eljárások, ahogyan Hajnaú nevezte, már 25-én megkezdődtek. Esküszöm a mindenhatóra. Csak az igazat, csak is az igazat, semmi más, csak az igazat vallom. Isten engem úgy segélye. A fogolytábornokok nem beszélhettek egymással, de cédulák segítségével tartották a kapcsolatot. Ezeken a különböző forrásokból kapott híreket küldték át egymásnak, sokszor buzdítva a társakat. A kihallgatások során a tábornokok tartották magukat az egymás közötti megállapodásukhoz, és kicsinyítették saját harci érdemeiket. A hadbírónak volt egyedül jogi végzettsége, ő képviselte a vádat és a védelmet is. Azok az igazán bűnösök, akik fegyvert adtak a nemzet kezébe, akik megtanították a katonai mesterségre az újoncokat, ezek pedig a profi katonák. Na, ezeken kell elverni a port, hiszen ők a felelősek azért, hogy ez a szabadságat így ki tudott bontakozni. Nevem Schweider József. Születtem Zomborban, Bács megyében, Magyarországon. 53 éves vagyok, katolikus vallású, nős, 5 gyermekapja. 1814-ben hadaprótként léptem be a Sándor huszár ezredbe. Itt egészen őrnagyságig vittem. Múlt év, augusztus 13-án ezredparancsnokként Bécsből Magyarországra jöttem. Időközben Párendorfban értesítettek, hogy a magyar minisztérium ő felsége jóváhagyásának reményében november 1-től ezredessé nevezett ki. 1848. november 1-től a magyar hadseregben tábornoki rangot viseltem. Vagyonom semmi sincs. És az ellenszegülés Jelasics bánnal? Amikor Jelasics végrehajtotta a Magyarországra való betörést, mi csak hátráltunk előtte, nem akartunk összeütközést. Ezért Ivánka és Widersberg századosok, valamint gróf Bubna őrnagy felkeresték, megkérve, hogy ne nyomuljon tovább előre, mert a magyarok tele vannak ellenséges indulattal. A bán ezzel nem törődve folytatta előnyomulását, és Pákoznál ütközetre került sor. Én a dandárommal a jobb szárnyon álltam, és a bán katonáit visszaszorítottam. Csata közben megállt parancsoltak, és visszavonultunk Martonvására. Itt haditanácsot tartottunk, hogy eldöntsük, utána menjünk-e, és osztrák területen is üldözzük-e a bánt. Én ellene voltam tisztikarommal, sőt, kifejezetten tiltakoztam, de leszavaztak. Hogyan kapta a lázadó kormánytól a hadi érdemrendet? Ezt csak a pákozdi csatáért adták, és el kellett fogadnom. Nem utasítottam vissza. Nem utasíthattam vissza. Nem utasíthattam vissza. Írdok! Írja! Na
Nagyon érdekes, hogy tudjuk, hogy legalább 9 levelet írt itt a börtönben különböző személyeknek, ebből egyetlen egyet ismerünk sajnos, amit sógorához írt, a feleségéhez írt leveleket, illetve a feleségétől megérkező leveleket sajnos nem maradtak fent. Miután fia is ott raboskodott, külön a kazamatákba, a 9. kazamatába raboskodott katonatársaival, elkülönítve természetesen a tábornokoktól, azt kérte Schweidl, hogy hagyj vehesse magához a cellába fiát. Ezt nem engedték meg neki, és fogsága alatt összesen 3-szor látogathatta meg a fia. Fiam, halál és létezés határán vagyunk, kiszolgáltatva mások kegyelmének, bűnösnek, árulónak bélyegezve. Szeretteink erős férfi segítsége nélkül örlődnek a bizonytalan jövőn. Ha én kegyelemben nem részesülnék, te vagy az egyetlen, hogy édesanyád és nővéreid erős támasza légy. Mindenre készen. Elkészítettem a végső elszámolást. Hagyja ezt, apám. Nem tudok az anyagiakra figyelmezni. Társaim a kazamatában önben a hőst tekintik. Büszke vagyok magára. Nem árult el bennünket, és biztos vagyok abban, hogy Isten a legnagyobb parancsolónk, és ő előtte is így áll ön. Ha a kegyelem elmaradna is, nem éltem volt hiába. Ne búcsúzzék még az élettől, apám. Biztos vagyok benne, hogy te visszanyered a szabadságodat, és elég erős leszel. Ne lesz, te érted, de egyre nehezebben szólok. Megszabadulunk, apám. Naplót ír. Örülhetünk ennek nagyon, hiszen most az utókorban megmaradt ez a napló, és ez nagyon fontos. Szembesülhetünk egy olyan férfivel, aki nagyon aggódik a családja miatt. Lásd, Uram, a veszélyt. Elleselkedik ránk. Férjem és fiam, ártatlanul néz szembe a halállal. Kiszolgáltatva aratlan a bosszúnak. Már csak rád számíthatunk. Te bölcsességedre és szeretetedre. Könyörgöm, Uram, csillapítsd a veszélyt. Kérlek, Istenem, segíts! Hadd meg fogalmazzon a családunk is mit egy illensen. Istenem, segíts! Az Aradon bebörtönzöttek feleségei, családtagjai mindent elkövettek szeretteik megmentéséért. Domicella Bilinszka meghallgatást kért Franz Liechtenstein hercegtől, aki altábornagyi rangban Hajnau helyettese volt a fővárosban. Abban reménykedett, hogy a herceg, akinek felesége lengyel hölgy volt, segítségére lesz férje megmentésében. Ön előkelő, nemes lengyel hölgy, mélyen érző és fennkölt gondolkodású, aki iránt tiszteletet érzek lelkemben. Kegyes herceg. Altábornagy úr, nemes férjem és magam is meg vagyunk győződve arról, hogy az uralkodók az úr felkentjei, és nem helyes a megszentelt dolgokhoz nyúlni. Isten ülteti őket bíbor trónusukra, és mi boldogok leszünk. Férjem élete most egy hajszálon függ. Az ön felettesének, Hajnau táborszernagynak teljhatalma van fölötte. Esedezem, herceg,
hogy hárítsa el ezt a veszélyt. Hiszen ez önnek hatalmában áll. A táborszernagy most fog dönteni férjem életéről. Pedig ő csak a haza szeretete és a birodalom hadügyminiszterének parancsa küldte haza Magyarországra. Kérjük excellenciádat, hogy hozassa őt Pestre, hiszen itt a császár haditörvényszéke előtt meg tudja magát védelmezni az igaztalan vádaktól. Tekintélyes és jómódú rokonaink mind kezességet vállalnának érte. Jó eséllyel mondhatjuk, ha a hadbíróság elítélné is az alezredes urat. Bízhatunk uralkodónk nemes lelkében, kegyelmében. Ne essék több szó köztünk, asszonyom, a férjéről. Hercegi becsület szavammal felelek érte. Köszönöm, Herceg. Az első hadbírósági kihallgatás után Schweidel úgy gondolta, hogy rövidesen kegyelmet kapna. A következő napokban is erősen bízott benne, hogy ha még el is ítélik őket, október 4-én a császár névnapján amnesztiában részesülnek. Ekkoriban írhatta azt a levelét feleségének Pestre, amit csak utalásból ismerünk, és amelyben vigasztalta nejét, hogy október 15-én legkésőbb otthon lesz. Drága férjem, a herceg kegyesen fogadott. Méltóan beszélt velem, és igen bíztatott. Hivatkozott császára a várható nagy lelkőségére. Ebben én is nagyon hiszek, hiszen van gondviselés, és a császárnak, aki igen fiatal uralkodó, szüksége van alattvalói szeretetére, tiszteletére. Maradok ezzel a jó hírrel. Vigyázz az egészségedre, ott a megpróbáltatások közepette. Lélekben mindig veletek vagyok. Adalbertért is, érted is sokat imádkozom. Szerető Domicellát. Schweidel nem lepődött meg az ítéleten, hiszen naplója szerint számított rá. Visszatérve cellájába először egy nyilatkozatot írt német nyelven. Ha valóban az volna a gondviselés legfelsőbb szándéka, hogy a fölöttem kimondott, lőpor és golyó általi halálos ítélet változatlanul végrehajtassék, belenyugszom a legfelsőbb akaratba, ezen szerencsétlen balsósba, egész keresztény alázatossággal és megadással. Lelki ismeretem és öntudatom minden bűntől mentesnek mond, tehát mindenben csak Isten akaratát látom, amelynek teljesednie kell. Tehát nem akarok senki miatt békétlenkedni, vagy senkin fennakadni, mert sorsomat nem kerülhetem el. Az ítéletről is hasonló lélekjelenléttel írt. Ennek a legerősebb mértékben meg kellene ráznia, ám egészen nyugodt vagyok, és elkészültem. A halálnak annyiszor a szemébe néztem már, és nem történt meg. Így hát most, ezen utolsó utamon, elszántan fogok cselekedni. A helyi minorita rendházból kérnek papokat, és miután Schweidel katolikus, egy minorita szerzetes jön, Bardóc Sándor, aki már előző este nála jár, majd 6-án hajnalba is jön, és meggyóntatja, és a szentségekkel ellátja. Ön igaz ember? Akinek Isten színe előtt sincs szégyelni valója. Ez a feszület minden harcomban velem volt, és a nehézségeken sorra felül is emelkedtem. Szeretném, ha mindvégig velem maradhatna, amikor a küszöbön át kell lépnem. Kérem, ezt utána juttassa el szeretteimhez. Úgy leszel, ígérem.
Uram Istenem, itt állok a földi élet küszöbén. Emberi sorsommal számot vetettem, bűneimet megvallottam, s tudtommal jóvá is tettem. Igaztalan vád visz a vesztőhelyre, de én ezt a csapást is emelt fővel viselem, mert tudom, hogy igazságomat tudván tudod. Utolsó imámban, fiam, feleségem és leányaim jobb sorsáért imádkozom. Kérlek, segítsd őket a nehézségek leküzdésében. És mentsd meg, fiam, a hasonló sorstól. Ámen. Hajnau utasította Karl Ernst törzshadbírót, hogy az ítéleteket már 24 órával a kihirdetés után hajtsák végre, és a történteket haladéktalanul jelentsék neki. Megparancsolta, hogy a kivégzésekre reggel kellő időben kerüljön sor, hogy az elítéltek elrettentő példaként egész nap közszemlére legyenek kitéve a vesztőhelyen. Azért jöttem önhöz, Adalbert, százados úr, hogy teljesítsem édesapja óhaját. Az utolsó órákat együtt töltötte velem, és megkért arra, hogy halála után vegyem magamhoz ezt a feszületet, és juttassam el kegyelmethez. Akik ezt a gyalázatot elkövették, nem az úr szolgái, hanem a sátán haramiái. Árva lettem. És árva lett ez a haza. Legszívesebben ordítanék. Átkot szórnék ezekre a banditákra. De ez a feszület arra int, hogy legyek erős, mint jó atyám. Aki ezt rám örökítette, és méltóságban halt meg. Így igaz ez, százados úr? Erősnek kell lennünk. A mártírok kultusza kiteljesedik. Ez a jelképérték, a mártíromság tudatos vállalása, ez a jelképérték ez végig megmaradt. És így vált ez egy olyan magyar nemzeti, történeti gondolkodási szimbólummá, amellyel nem igen rendelkezik semmilyen más nemzet. Ha a magyar politikai megtorlásoknak a történetét áttekintjük, mondjuk a 1500-as évektől, a mohácsi vésztől kezdve, akkor azt mondhatjuk, hogy ez volt az első igazán komplex a társadalom valamennyi rétegét valamilyen mértékben érintő és egyfajta teljes megoldásra törekvő megtolás, és európai összehasonlításban is nagyon súlyosnak bizonyult. Jellemző, hogy a bécsi forradalom után alig egy tucat végrehajtott halálos ítéletről tudunk, a prágai forradalom után egyetlen egyet nem hajtottak végre, és a német forradalmak leverése után is ilyen egy-két halálos ítéletekről, vagy maximum egy-két tucatról beszélhetünk. Magyarországon önmagában a kivégzéseknek a száma felülmúlta azt, ami egész Európában, leszámítva a francia polgárháborút, történt 1848-49 után.